túl vagyunk első önkéntes napunkon. Sok jelzés jött, hogy várják a segítségünket. Nagyon hálásak voltak, és hát mi minden tőlünk telhetőt megtettünk. A mai nap tapasztalatai alapján azt láttuk, hogy rengeteg igénylés és kérés érkezett be hozzánk, aminek nagyon örültünk, hiszen alapvetően ezért jött létre ez a szolgáltatás. Úgyhogy mindenképpen arra kérném a szexárdi polgárokat, hogy aki a veszélyeztetett emberek körébe tartozik, továbbra is keressen minket, és mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy otthon tudjanak maradni. Azért vállaltam ezt az önkéntességet, mivel saját tapasztalat alapján az életszüleim is eléggé gondban vannak ilyen téren, viszont nekik mi ott vagyunk, hogy segítsünk nekik, de rengeteg idős ember itt Szekszárdon és a környéken, de nyilván mi a szekszárdiakkal foglalkozunk, rászorul arra hozzátartozók híján, hogy hát hogy el tudjanak menni bevásárolni gyógyszertárba, és ezért vagyunk mi itt, hogy segítsünk. Azért tartom fontosnak, hogy mindenki kivegye a részét ebben az állapotban, hogy tudjunk segíteni azoknak a lakosoknak Szekszárdon, akiknek sokkal nehezebb most így az életük. Tegnap is már nagyon sokan telefonáltak be hozzánk, hogy szeretnének bevásárlást kérni, illetve gyógyszereket, hogy tudjunk nekik venni. Igazából minden flottul működött, és tényleg egész nap dolgoztunk, viszont ennek érezzük, hogy milyen jó az eredménye.